Jó estét kívánok! Köszönjük, hogy péntek este is minket választanak, ami azt jelenti ma este, hogy Rangos Katalint, Lattmann Tamást és Dömsödi Gábort. Köszönöm szépen nektek, hogy eljöttetek, és bele is vágunk, mert hogy hát valószínűleg nagyon sok szülő régóta várta azt, hogy akkor mikor jön el az a pillanat, hogy az 5-11 éves gyerekeket is lehessen már oltani COVID elleni oltással, és most már elindult a regisztráció, egy picit döcögősen, és hát van pár részlet, nem is kicsi, apró részlet, amit nem teljesen értenek a szülők. Mutatjuk, hogy egy híradós kollégánk megpróbált egy 10 éves gyerek nevében regisztrálni, és hát nem volt egyszerű a folyamat. Ha nem vagyunk beoltva, kis karácsonyunk lesz. Ha be vagyunk oltva, nagy karácsonyunk lesz. Orbán Viktor szerint ahhoz, hogy a családok önfeledten ünnepelhessenek, fontos, hogy minden generáció beoltassa magát. Hozzátette, a napi adatok azt mutatják, hogy a negyedik hullám elérte a csúcsát. Senki sem tudja ezt pontosan, de az a közokosság ebben a pillanatban a mi szakértőink között, hogy a csúcson, ennek a hullámnak a csúcsán vagyunk, sőt, talán már lefele jövünk. A regisztrációra az internetes időpontfoglaló oldalon van lehetőség. Egyik kollégánk 10 éves gyermekét szerettük volna regisztrálni, akinek életkorából adódóan még nincs saját e-mail címe. Ezért a sajátommal próbálkoztam. A regisztráció így azonban nem lett sikeres. Piros betűvel látszik a figyelmeztetés, az e-mail cím már foglalt. Vagyis ahhoz, hogy a gyerekeket a szülők regisztrálni tudják, új e-mail címet kell létrehozni. Ez egy borzasztó dolog. Póta Györgyházi gyermekorvos felé már több szülő jelezte, értelmetlennek tartja ezt az intézkedést. A Magyar Orvosi Kamara levélben fordult az operatív törzshöz, ebben az oltási regisztrációs kötelezettség teljes eltörlését kérték. Azt is javasolták, ha továbbra is kell, akkor a szülők e-mail címével is lehessen regisztrálni, de az is megoldást jelentene, ha elég lenne ehhez a gyerek talszáma. Hát igen, mert ugye, hogyha elképzeljük, hogy egy családban mondjuk van 2-3 gyerek, és akkor mindegyiknél külön e-mail címet létrehozni, végigjátszani ezt a folyamatot, erre senki nem gondolt? Az a vicces, ez nem evidens egy gyereknél? 5 és 10 év közötti gyerekek vannak most soron, 11 év közöttiek, és ott már lehet, hogy a 10 éves unokám, 11. beforduló unokám, az már úgy érzi, hogy méltó egy e-mail címre, hogy az rendjén való. De szeretnék emlékeztetni arra, hogy a 97 éves apukámnak is csinál e-mail címet, mert oltást szerettem volna adatni neki. Hát most az unokám is kap egy e-mail címet. Mi baj lehet ebből? Csak hogy miért? Tehát, hogy... Én azért arra szeretnék emlékeztetni, hogy vannak olyan családok Magyarországon, ahol a papának meg a mamának sincs e-mail címe, sőt, számítógépük sincs, sőt, internet kapcsolatuk sincs. Sőt, oltásuk sem volt eddig. És oltásuk sem volt eddig, és lehet, hogy amikor ez a szabad 2 hét volt, akkor lett, hogyha akarták. Szóval azért arra gondolni, hogy a magyar társadalom az annyira fejlett számítástechnikailag, hogy egy ilyen horderejű dolgot e-mail címekre lehet bízni, az egy óriási tévedés. Tehát egy wifi termosztátot nem lehet rendesen beprogramozni, mert minden egyes új programozáshoz új e-mail címet kéne csinálni, és az mégsem egy ilyen fontos dolog, mint ez. Tehát nem tartunk itt, én nem tudom, hogy rácsodálkozott a miniszterelnök, hogy milyen sikeres volt az a hét, amikor regisztráció nélkül mehettek oltásért az emberek, és ez annyira jó volt, hogy meg kell ismételni. Alapvetően számomra az, ami nem világos, hogy egyáltalán mi szükség van arra, hogy az ilyen regisztrációhoz egy kapcsolattartási valamit adjon meg a polgár, mert azt gondolom, hogy kell jelezni előre az oltópont felé, hogy hello, jövök, hogy azt tudják, hogy hány csomagot bontsanak meg, stb. De az, hogy visszafele beszéljen mondjuk a kormány, vagy akár, erre a fajta regisztrációra szerintem semmi szükség nincsen. Ahhoz kéne egy időpontfoglalás vagy valami, hogy az oltópont meg aki végrehajtja az oltást, azt tudja, de ez így teljesen értelmetlen, és ehhez képest ez egy apró technikai probléma, hogy egyébként el van felejtve, hogy a gyereknek meg a szülőnek az e-mail címe, de alapvetően ennek így nincs értelme szerintem. Én nagyon szégyellem magam, mert ezt tudnom kéne, de egy gyereknek nincs tajszáma, ugye? De van, a gyereknek is van. Hát már úgy hoztam ki a kórházból. Születésétől kezdve van tajszáma? Hát akkor ez ilyen. Arra váltjuk ki a rengeteg oltást, tudod. Hát akkor a lényeg, hogy kommunikálni akar valaki, ahhoz kell egy e-mail cím. Na most a kisgyerekkel mi a felének? Na jó, de itt volt a lényeg, amit kérdeztél, hogy ott a tajszám, ami egy egyedi azonosító. Hát bemegyünk a doktorbácsihoz, és a tajszám alapján azt mondják, hogy Benőke, te jöhetsz akkor. Igen. De egyébként az egésszel kapcsolatban nekem az a legfontosabb ilyen borzasztóság, hogy az oltásoknak az adásáért, beadatásáért rimánkodik a miniszterelnök, és mindenki, aki egyébként azt szeretné, hogy lefékeződjön ez a járvány, végre álljon meg, és végre élhessünk úgy, ahogy korábban. És ezeket a kicsi gátakat, hogy ezeket még mindig át kell ugrani, és nem jöttek rá, ahogy te mondod, abból, hogy van egy szabad hét, sőt, még egy szabad hét, és akkor elkezdenek zúdulni oda az emberek, és ezek nem adatvédelmi szabadságharcosok, hanem egyszerűen csak kényelmes, nem azért jöttek most, mert eddig nem akarták, hogy megtudják az e-mail címüket, egyszerűen csak nem akartak ezzel vacakolni, vagy nem volt számítógépük, vagy nincs nekik e-mail címük. Hát tényleg, ahogy mondod, hát mi miért teszünk úgy, mint hogy ebben az országban mindenki. És vajon ezen a rendszeren most változtat a kormány, hogy az orvosi kamara is megtette a javaslatait, és nagyjából 3 egyszerű mondattal ki lehet fejezni, hogy mi a gond ezzel? Hát ezt a kormány, meglátjuk. Én nem tudom, hogy a kormány mit akar csinálni. Jó, csak mert ez olyan fekete-fehér, tehát hogy... Hát, hogyha azt szeretném... Azért, mert fekete-fehér nem változtat rajta. Én 4 hónappal ezelőtt, ezt mindig elmondom, ha csak tehetem, hogy legalább 4 hónappal ezelőtt mondta a Tudományos Akadémia elnöke, aki nem tekinthető ellenségnek semmilyen szempontból, hogy hagyják már ezt a regisztrációt a pokolba. Igen. Szerintem... Kicsit lassan fordult termőre, mert végül is most már... Volt olyan, hogy nem kellett. Biztos, hogy leszűrik a tanulságokat, mert miniszterelnök úr is fehér karácsonyt és nagy karácsonyt szeretne. Tehát közösek a célok, és biztos, hogy elkezdenek gondolkozni. Nem tudom, akkora kacagás volt, miközben ezt a bejátszóba adtuk, hogy kis karácsony vagy nagy karácsony. Ez egy érthető formula. Ez is arról szól, hogy mindenki oltassa. Mert tetszett nekünk, megörültünk neki, hogy végre valamit értek. Hát tulajdonképpen ezen az egész héten ezt értettem meg először. Na jó, azért szerintem, hogyha visszaemlékezünk, azt is sokan értették, hogy ugye a Jelen írta meg pár hete, hogy 5 milliárd forint értékben vettünk a PCR-teszteket, amit aztán megsemmisítettünk, mert hogy lejárt a szavatosságuk, és erre kérdeztek rá a belügyminisztériumnál, és az államtitkár Kontrát Károly válaszolt, és igazándiból azt mondta ő is, hogy a gyors tesztek visszaszorították a PCR-teszteket, és ezért egyszerűen meg kellett ezeket semmisíteni, és nem volt rájuk igény. Ennyi a válasz, tehát hogy nyomozás nem lesz, ez volt a lényege az ő válaszának. Rájuk, én úgy tudom, hogy igény lett volna rájuk bőven, csak senki nem tudja, hogy ezek hol voltak, meg hol voltak elérhetőek. Hát annak idején, amikor indult el az egész járványhelyzet, Magyarországon irritálóan kevés volt a tesztelés. És azóta is. Azóta is, igen. Totál érthetetlen, hogy ennek mi az oka. Tehát, mint hogyha a tesztelés lett volna a fő ellenség. A miniszterelnök megmondta, hogy a teszt maga semmi se. Tehát, hogy az nem gyógyít meg téged. Úgyhogy következően könnyű kézzel kezelték ezt a... Nem a miniszterelnök úr volt, hanem valamelyik másik vezető beosztású tisztviselő, aki rögtön az elején kijelentette, hogy ezek a gyors tesztek, ezek megbízhatatlanok. És akkor ezzel ezt a dolgot lesöpölték. Ez PCR volt, Gábor. De ez a legelején volt, a legeslegelején, tehát a teszttel kapcsolatban az első mondat, amit én felelős kormány tisztviselőtől hallottam, ez volt, és végig ellenségként tekintették a tesztet, de csak azért, hogy ki ne derüljön már, hogy milyen baromi sokan vannak, mert akkor kéne valamit csinálni. Kontaktkutatást kéne csinálni, megelőzést, vagy a jóisten tudja, hogy mit. Hát a PR kormányzás legnagyobb ellensége mindig az adat, a tény, amire a tesztek vezethetnek, de nem csoda, hogy utálták. Szerintem egyébként ez felháborító, ez az 5 milliárdnak az ablakon való kidobása, hiszen annak idején is, én azt olvastam, azt hiszem a Jelenben, hogy ezek a wuháni variációnak a tesztjei voltak. Igen. És a wuháni variáció vírusát, azt villámgyorsan leváltotta a delta, vagy nem tudom melyik. Ugye akkor még a brit mutáns volt. Hát britnek hívták a deltát, abból lett igen. Na mindegy. Tehát, hogy ott asszalták az 5 milliárdért beszedett cuccot, ez egész addig, ameddig nem volt egy másik fajta. Valószínűleg azért, mert arra gondoltak, hogy majd eladagolják később. Vagy hát, nem gondoltak semmire. Vagy nem gondoltak semmire, nem megvették azért, mert venni jó, és azt most már kitapasztaltuk, tényleg én is meghajlok a saját hülyeségem előtt, ezt minden tévéműsorban elmondom, hogy örökké nekem nagy megkönnyebbülés volt, hogy értem cselekszik a kormányom. És még most is azt mondom ennyi tapasztalat után, hogy most például az, hogy a gyerekeket jövő héttől oltják, az nagyon jó. Tehát minden, amit megpróbálnak, a vakcináknak a bejövetele, azt én nem kárhoztatom, a keleti vakcinákat sem, mert azt, hogy nem úgy alkalmazták, ahogy egyébként a keleti ajánlás megvolt, hogy öregekre ne adják, az egy másik kérdés, az megbocsáthatatlan, ugyanakkor meg azt gondolom, hogy ahol csak lehetett, kerestek rajta. És hogy az volt a fő szempont. Hát a jelen mai cikke szerint... Pont az volt a lényeg, hogy nem az uniós beszerzési szabályok játszottak rá, és azt lehetett csinálni, amit akarnak. Tehát hát ott valamiért volt közvetítő, igen, az orosznál nem volt. Szóval, hogy a jelen cikke szerint ennél az 5 milliárd megsemmisített vakcinánál a legalacsonyabb árutermékért is 6-szoros árat fizettünk, mint amennyibe más termék kerül a piacon. Jó, ilyen, ezt múltkor valahol beszéltünk róla, ilyen van, ilyen előfordulhat. A lélegeztetőgépnél, csak hát nem biztos, hogy mindenki nyomon követi a munkásságunkat részletekben menően, de annak a közös halmazát különösen. De tehát én is fizettem maszkért 3000 forintot, ugyanilyen maszkért, amelyik most 500 forint. Tehát van, ilyen helyzet lehet. Az a disznóság, amit mondták, hogy nem használták fel. És azért nem használták fel, amit meg te mondtál, meggyőződésem, hogy ezért nem, hogy nehogy riasztó adatok jöjjenek, mert nem voltunk felkészülve arra, hogy mi van. De hát, hogyha nagyon nagy a baj, akkor is jobb, hogy tudjuk, hogy nagyon nagy baj jön. Tehát a tudás azért az... Nekem ennél, én azt gondolom, hogy azért nem használták fel, mert réges-rég elfelejtették, hogy oda valaki beizélte a sarokba az 5 milliárdnyit. Érted? Tehát, hogy ezt azért nem gondolnám. Erősen gondolkodni, hogy hogyan lehet megszerezni rajta azt a hasznot, amit megszereztek rajta. Ez azért milyen, mint amikor a kamrába megpenészedik a lekvár, mert az ember elfelejt, hogy ez miért. Hát meg amikor rosszul csinálod, meg, az megpenészedik, de látod, azt is meg tudom érteni, de nem volt információáramlás. Tehát az, hogy egy kerületi polgármester, vagy egy városi polgármester ne beszélhessen a kerületi vagy megyei tisztifőorvossal, mert el vannak a tisztifőorvosok tiltva attól, hogy információt adjanak annak az embernek, aki a felelőse a védekezésnek helyben, és aki a lakosságért, mint választott vezető felel, ez egy nonsens. És pont ilyenkor keletkezik az, hogy elfelejtik, hogy mik vannak a raktárakban. Hát mert nem tudják. Menjünk tovább, de maradunk az egészségügyi vonalon. Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász foglalta össze az orvosi béremeléssel kapcsolatos tapasztalatokat egy konferencián. Most tőle idézünk pár mondatot, aminek a summázata az, hogy hát hiába a béremelés, igazániból ebből pont a betegek nem profitáltak semmit, mert hogy úgy fogalmazott, hogy az orvosi béremelés jó néhány reformkezdeményezés alól kihúzta a talajt, az egyforma bérek miatt pedig az orvosok egyszerűen leálltak, eldobták a fonendoszkópot és a szikét, nőtt a sorbanállás, összességében a folyamat vesztesei a betegek, tömegek fordulnak a magánellátás felé, ahol már szintén sorba kell állni. Konkrétan mai példám, rákszűrés, az összetett vizsgálatra február elejére kaptam időpontot, az egyszerűbbre január elejére, és magánellátás. Szóval, hogy ez tényleg a hétköznapok. Szerintem mindannyiunknak van ilyen tapasztalata. Hogy sikerült úgy, hogy akkor lett béremelés, amit mindenki kért, és mégsem lett igazán jó? Én sem szeretnék hitvitába, vagy különösen nem ideológiai vitába kezdeni. De ezen a ponton azért csak nem bírok magammal, hogy picit ki ne jöjjön belőlem a gyűlöletes liberális. Megint azt látjuk, hogy amikor az állam valamihez hozzányúl, akkor azt nagyon könnyen, nagyon el tudja rontani. És a kívánt eredmény helyett valami egészen más kontraproduktív hatás érvényesül a dologba. Tehát nem lehet mindig mindent jogalkotói, meg közhatalmi eszközökkel uniformizálni. Tehát ez a világon még sehol nem jött be. Jó, szóval, és azt látjuk most is. Szóval... egyrészt nem gondolnám azt, hogy az orvosok eldobják a szikét, meg az ápolónők. Tehát ezt minden egyes alkalommal el kell mondani, és nem azért, mert vannak orvos barátaink, meg ilyenek, ez így van. Tehát nem dobják el a szikét. Az, hogy ha egy teljes rendszernek egy elemét módosítod, attól még annak a rendszernek a működése nem javul meg, azt bizonyítja ez is. Az egész egészségügyi rendszer az elejétől a végéig, hogy finoman akarok fogalmazni, átgondolásra szorul. És reformokra szorul. Én azt látom. Én tényleg elég sokat foglalkozom az egészségemmel, meg mások egészségével mostanában. Azt látom, hogy tényleg egyszerre van jelen a pazarlás és a pénztelenség. És azt nem lehet egy elem önkéntes megváltoztatásával megoldani, még akkor sem, hogyha ez látványos, hogyha ez úgy tűnik, mintha ösztönző lenne, és az tényleg igaz, hogy magánorvosi 35 000 forintos ellátásra is sorba kell már állnod, és az is igaz, hogy odamész 7 órakor, és fél 9-kor este kerül rád a sor, mert ez a szerencsétlen orvos túlterhelt nem csak a munkáján, hanem a magánrendelőjében. Igen, itt pont ezt tegyük hozzá, hogy amit mondasz, ez nagyon fontos dolog, mert igazából külső szemmel úgy tűnik, hogy egy elemhez nyúlt hozzá a közhatalom, hogy megemelte a fizetést, de ne felejtsük, hogy igazából nem. Jó. Mert hozzányúlt ahhoz, hogy nem lehet máshol dolgozni, nem lehet más csinálni. Ez hat át a magánegészségügyről, hogy ott is kapacitás hiány alakul ki a szolgáltatói oldalon, és akkor ott is mindazok a rossz patológikus jelek, amiket az állami rendszerben látunk, ezek megjelennek ott is. Mondom azt úgy, hogy egyébként nem hiszek a magánegészségügyi ellátás csodálatos mi voltában, mert nekem ott is borzalmas élményeim voltak az elmúlt időszakban, de egy oka az ott megjelenő, az államival megegyező patológikus jeleknek az pont az, hogy ezek a hatások, ezek átgyűrűznek oda is. Rosszul fogalmaztam, az egész rendszert kell. Ebből biztos, hogy igazad van, de azt akartam mondani, hogy régen az a mechanizmus érvényesült, hogy elment diagnosztikára a beteg a magánegészségügybe, fizetett mondjuk 30-40 000 forintot, és utána átment megoperáltatni, ugyanaz az orvos átvitte az állami egészségügybe, megoperálta 200 000 forint paraszolvenciáért, az az ő zsebébe maradt adómentesen. Most az a helyzet állt elő, hogy a beteg az állami egészségügyben nagy nehezen diagnosztizálódik ingyenesen. De később átmegy, valószínűleg. Valószínűleg későn átmegy, mert meg akarja menteni az életét, 2 millióért megoperálják, az orvos nagyjából pénzénél lesz, és ez a mechanizmus egyébként tényleg áttolta a betegeket, illetve nem ez a mechanizmus, hanem ettől függetlenül átmentek a betegek a magánegészségügybe, egyszerűen azért, mert kibírhatatlan az, ami az államiban sorbaállás szintjén történik, meg az az illúzió keltődik, hogy nincsenek már ott az orvosok, elmentek már az orvosok, tényleg mentek el egyébként iszonyúan sokan, nem csak külföldre, hanem átáramlottak a magánegészségügybe. Tisztázottabbak lettek a viszonyok, tehát hogy attól, hogy munkahelyen kell eltölteni az időt az állami egészségügybe, attól megnehezelt a mozgás, mert nyilván 2 millió forintos fizetését teljesítést sokkal élénkebb tekintettel elvárnak tőlük, nincs minőségbiztosítása a munkájuknak, nincs differenciált a nem emelve a bérük, tehát mármint az orvosoknak, úgyhogy viszont hozzá kellett nyúlni a paraszolvenciához, és az biztos, hogy... Hát mondjuk egy kormányváltás után innen szép nyerni, aki az egészségügyi programot kidolgozza, és aki azt végrehajtja. Reklám után folytathatjuk még ezt a témát, hogyha van rá igény, de most a reklámért terep utána jövünk vissza. Második rész Rangos Katalinnal, Dömsödi Gáborral és Lattmann Tamással, és azzal a témával folytatjuk, hogy hát jó ideje, már nem csak az ellenzék, hanem Matolcsy György is figyelmezteti a kormányt arra, hogy a nagy költekezésnek baj lesz a vége, és úgy tűnik, hogy mintha ebből most kormányoldalról is meghallottak volna valamit, legalábbis egy szűk közlemény jelezte ezt először, aztán a magyar közlönyből is kiderült, hogy 350 milliárd forintnyi beruházást halasztanak el. Hát kérdés, hogy miért? Azt még pontosan nem tudjuk, hogy milyen beruházásokat. Mindenesetre egy bejátszóban most az első reakciókat megmutatjuk. Módosította a kormány a költségvetést, ezt a miniszterelnök jelentette be a Kossuth Rádióban. Miután vészhelyzet van, veszélyhelyzet van a egészségügyi állapotok miatt, ezért a költségvetési törvény egy-egy szakaszának módosításáért nem kell visszamenni a tisztelt ház elé, hanem azt meg lehet rendelettel is tennünk. Ezt a rendeletet megalkottuk, ma megjelenik a közönybe. A kormányhatározat 350 milliárd forint pótlólagos pénzügyi tartalék képzéséről rendelkezik. A pénzügyminiszter szerint ez azt is jelenti, hogy beruházásokat halasztanak el. A Nemzeti Bank korábbi elnöke emlékeztetett, minden idők legnagyobb költségvetési hiánya alakult ki, októberhez képest novemberben több mint 1000 milliárddal, majdnem 4000 milliárdra nőtt a deficit. Szerinte a kormány felismerte, a nyári gázadás után most a fékre kell lépnie. Ezt hogy tudjuk lefordítani a mi nézőinknek? Akik nyilván egyébként annak, hogy most a nyugdíjasok pénzt kapnak, hogy sorolhatjuk az összes-összes kampányköltést, annak örülni fognak, amikor megérkezik a számlára a pénz. Az nagyon helyes. Tehát egy csomó olyan réteg van, akit fizetni kéne. köztisztviselői alapbérek nem változtak, minimál nyugdíjak nem változtak, amire minden családi pótlék nem változtak. Tehát nagyon sok... polgármesteri fizetések. És egyébként az is helyes, hogy a polgármesteri fizetést emelik, mert a polgármesteri munka az egy nagyon komoly munka, és sokkal jobb, hogyha egy polgármestert megfizetnek, mint hogyha lop hozzá. Fel sem merül egyébként, hogy a polgármester lop, de tényleg meg kell fizetni, hát azért az nonsens, hogy egy 10 000-es városnak a polgármestere ezelőtt, mit tudom én, 4 évvel 295 000 forint nettót keresett. Tehát az nonsens, most fog keresni 550 000-et, vagy 600 000-et. Tehát ez piaci alapon nem probléma, de nem ezt akarom mondani, de akkor már legyen olyan az a polgármester, aki tud egy költségvetést csinálni. Na most, hogyha egy költségvetést elkészítenek, akkor nem fordulhat elő az, most itt rácsodálkozott miniszterelnök úr, hogy itt el kell halasztani beruházásokat, amiről nem tudjuk, hogy mi az, tehát lehet, hogy a haveroknak meg lesz az a 630 millió, ami a vejnek, a papájának megy, meg a nem tudom mi, azok meg lesznek, majd azt halasztjuk el, ami útra menne, vagy erre, arra, marra, de 350 millióról van szó, vagy erről a nagyságrendről. És kiderült az előző hónapban, hogy 1009 milliárd forint a mínusz. 1,9 milliárd minden idők legnagyobb havi költségvetési hiánya a novemberi, ilyen még nem volt, amióta forint van, és hogyha ezt százalékban kell kifejezni, hogyha jól emlékszem a pár nappal ezelőtt olvasott cikkre, akkor a tervezett hiánynak ez november végére a 263%-a. Tehát, hogyha mi a fizetésünket egy családban novemberre úgy elköltjük, hogy nem a fizetésünket költöttük, hanem az összes bevételnek a 2,5-szeresét, és akkor eszünkbe jut decemberben, hogy hú, hát kiskarácsony, nagykarácsony, csökkentsük le a kalácsom, az azért ott az valaki valamihez baromira nem ért. Tehát úgy kéne elzavarni. Úgy volt, hogy jön a pénz Brüsszelből. 300 valahány millió forintról van szó. Valamennyi nem jött, és 350-nál vonták meg, vagy húzták szűkebbre a nadrágszíjat. Egyébként meg én azt gondolom, hogy ez a kormánypártoknak az önuralma. Tehát, hogy Orbán Viktor ezzel a gesztussal azt adta értésükre, hogy most nem keresünk, gyerekek. Az a helyzet, hogy... Mert hogy mi van, ha nyerünk, és a végén nekünk kell kezelni ezt a helyzetet. És azért ők arra játszanak, hogy ők nyernek, és nekik kell kezelniük ezt a helyzetet. Úgyhogy én azt látom ebből, hogy a racionalitáson belül igyekeznek maradni, mert hiszen elszabadult iszonyúan a költségvetés. Hát ők szabadították el. Hogyha lehetett volna még ezeket a beruházásokat csinálni, akkor az én szememben itt már nem arról van szó, hogy most még föl tudtak volna építeni egy új rendelőintézetet, itt egy nem tudom én csodát, bekötő utat ott, hanem az, hogy most nem kereshetnek azok a nerfiúk, nerlányok, akik mondjuk így a második, harmadik sorban vannak lent, tehát nem az első kettőben, hanem mondjuk lejjebb. És az is nagy veszteség, mert nekik is most helyt kellene állniuk a következő 4 hónapban, és hát sajnos nekik most el van kemve a szájuk. Nekem ez jön le, ez egyébként egy merőbben rossz indulatú értelmezés, csak gyakorlatias az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Nem érzem rossz indulatúnak, ez reális. Hogyha már rossz indulat, akkor elmesélek egy történetet még néhány évvel ezelőttről, amikor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szenátusába ültem. Spatyi András rektor úr beszámolt róla, amit a hírekből is tudtunk, hogy ilyen-olyan ellenőrzések meg egyebek okán, hát bizonyos uniós pénzek nem fognak jönni. Aminek viszont nem baj, mint ő mondta akkor. Egyrészt, mert a kormány végtelen jóságával majd segít és kipótolja a pénzeket. Ellenben a vállalkozó, aki ugye bizonyos beruházásokért felelős, ez volt az a pont, amikor én ugye elkezdtem kuncogni a székembe, hát a vállalkozó annyira hisz ebben a projektben, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemben, és itt akkor egy nagy építkezések zajlottak a kampuszon, hogy hát ő baráti alapon meghitelezi, és saját forrásokból végrehajtja a fejlesztéseket, mert hát annyira hisz ebben a projektben. És akkor azon a ponton én elkezdtem azért hangosan nevetni, hogy azért a gazdaságban, a piacon, a vállalkozók az nem nagyon szoktak projektekben hinni, meg ez nem így működik. Na, szóval valami ilyesmi történhet itt is, hogy megvan mondva, hogy nyugi, most ki kell bekkelni a dolgot, túl kell élni, aztán utólag majd kamatostul, meg elszámolunk, meg lesz habzsi-dőzsi, de most helyzet van. Ugye alapvetően nem számolt a kormányzat azzal, hogy tényleg itt 100 milliárdok esnek ki az uniós pénzek miatt, meg minden mással. Nyilván ezt a helyzetet valahogy kezelni kell. De valami állati nagy hitelt fölvettek valamikor. Igen, de közben mindenféle hírek. Plusz nem számoltak azzal, plusz alacsonyabb inflációval számoltak, és tudjátok, hogy a nyugdíjasoknak oda kell adni azt a pénzt, ami az infláció. Azt hiszem, hogy 3,8% volt igen. Első körben. Fejben mondom, nem biztos, de 3, valamennyi. Utána volt egy korrekció, és most kellett jönni még egy korrekciónak, és ez a mostani korrekció, ez majdnem akkora összeg visszamenőleg, majdnem akkora összeg, mint aminek most a halásztásáról döntöttek. A Közszolgálati Egyetemen én meg beiratkoztam egy ilyen mesterkurzusra, hogy hát ha megtanítanak költségvetést tervezni, hát jó helyre mentem, és EU finanszírozta a képzést, és direkt ennek a kurzusnak irattak könyveket EU pénzből, csak a vizsgára nem készültek el. A könyvek. De felsőoktatás teljes spektrumában előforduló. De utólag biztos berakták egy raktárba a teszt mellé. Igen, csak a teljes igazság érdeke, mondom, hogy ami a Közszolgálati Egyetemen uniós pénzből készülő könyvek, meg egyéb, azokat ingyen közzé kell tenni, és hogyha valaki megnézi az egyetem honlapján van a tudástárot, ezeket meg is lehet találni, tehát ezek a tananyagok, bár nem tudom miről van szó, valószínűleg előbb-utóbb elkészültek, különben nem lettek kifizetve, és ezek mindenki számára egyébként elérhetőek. Csak most már nem izgat. Tehát téged már nem izgat. Most, hogy kimaradtam, nem izgat. De akkor már ezt is tudjuk, viszont ami talán egy picit még jobban érdekel minket ma, az az, hogy az Alkotmánybíróság hozott egy döntést, amit hát ahogy ez ilyenkor lenni szokott, így is lehet értelmezni, meg úgy is. Majd Lattmann Tamás iránymutatására leszünk kíváncsiak, hogy te hogy értelmezed. Minden esetre összefoglaltuk, hogy mivel indokolt az Alkotmánybíróság. Döntött az Alkotmánybíróság. Magyarországon továbbra is az Európai Uniós jog élvez elsőbbséget. Az Alkotmánybíróság pénteki határozatában azt állapította meg, hogy Magyarország csak addig jogosult a nem kizárólagos uniós hatáskör gyakorlására, amíg az Unió nem hoz hatékony intézkedéseket. Tehát abban az esetben, ha az Unió hoz egy jogi határozatot bármely ügyben, az felülírja az addig érvényesített magyar szabályozást. Az alaptörvény értelmezését Varga Judit igazságügyi miniszter kérte a testülettől az Európai Unió Bíróságának azon ítélete miatt, amely megtiltotta a jogellenesen hazánkban tartózkodó külföldiek Szerbiába történő visszaküldését. Az Alkotmánybíróság döntésével a fizikai határzár mellé épített egy erős jogi kerítést. Varga Judit értelmezése szerint az Alkotmánybíróság döntésével világossá tette, hogy amíg a bevándorlás szabályrendszere hiányos, addig Magyarországnak joga van a kitoloncoláshoz is. A Magyar Helsinki Bizottság ugyanakkor úgy látja, a menedékkérőkkel szembeni embertelenségnek véget kell vetni. Konyha nyelven egyszerűen mi van? Jó, megpróbálom. Mondtad, hogy van, aki így érti, van, aki úgy, én sehogy. Jó. Az uniós jog érvényesül, kivéve, hogyha a szabályozásunk. Igen, szóval akkor nézzük, hogy mi volt a kérés, mi volt a szándék. Ugye a kormány azt szerette volna elérni, valószínűleg, hogy a Magyar Alkotmánybíróság mondja azt, hogy Luxemburg menjen a fenébe. És az alkotmányosan identitárius Magyarországon az Alkotmánybíróság kell, hogy mindent megmondjon végső soron. Na most az Alkotmánybíróság ezt a szívességet kicsi meglepetésemre nem volt hajlandó megtenni. Tehát az Alkotmánybíróság azt mondta ki, hogy ő csak és kizárólag tényleg a magyar alaptörvényt szeretné értelmezni, a Luxemburgi Bíróság ítélete megvan, jogerős, tapad, ragad, minden, ami abból következik, az fennáll. És a Helsinki Bizottság erre utalt, hogy amikor a Luxemburgi Bíróság kimondta, hogy a magyar jog ez így nem jó, meg amit csinál a magyar kormány az gáz, azt végre kell hajtani, azt az ítéletet, készpassz. Tehát ebből a szempontból ugye a kormányzat egyfajta vereséget kell, hogy elkönyveljen. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik oldala is ez mutat a jövőbe, hogy az Alkotmánybíróság egyébként ebbe az értelmezésében mit mondott ki, hogy az Alkotmánybíróság elkerülte azt a csapdát is, hogy beleessen a Lengyel Alkotmánybíróság példájába. Ugye a Lengyel Alkotmánybíróság határozata egy nagyon rosszul értelmezhető határozat volt, amiből kiolvasható az is, hogy az egész EU, az egész elsődleges uniós joggal elmehet a fenébe. Most a Magyar Alkotmánybíróság ezt se volt hajlandó kimondani, hanem beleakadt egy olyan értelmezési mocsárba, hogy de hát lehet, hogy néha egyébként, ahol az uniós hatáskörökben nem érvényesül hatékonyan az uniós jog, ott jöhet a tagállami jogalkotó. Ami elméletben egyébként igaz, a gyakorlatban ezzel a hatékony érvényesüléssel az a probléma, hogy a szinte fogalmilag kizárt hogy az uniós jog ne tudjon hatékonyan érvényesülni, és ezért a tagállami jogalkotónak legyen dolga. De ez az a kommunikációs ablak, amit kinyitott az Alkotmánybíróság, és ezzel szívességet tett. Részemről ez most így érthető. Szívességet tett a magyar kormánynak. Igen, azt gondolom, hogy itt... Kihúzta őket a slamasztikából, hogy ne jussanak a lengyel példára. Tehát lehet, hogy a magyar kormány kérte az Alkotmánybíróság. De nem. Az első részével viszont nem tett szívességet. Azzal nem, azzal igazából jogi evidenciákat rögzített egyébként az Alkotmánybíróság. De abban a szempontból nagyon érdekesnek találom, de ez a Sulyok Tamás, aki az előadója volt ennek az ügynek, és ugye az Alkotmánybíróság elnöke. Én azért őt az elmúlt években rendesen kritizáltam azért, mert amit például a Lex-CEU ügyében művelt, mint AB elnök, az egyenesen szégyenletes volt. Tehát az, hogy a Lex-CEU ügyében még napirendre se vette igazából az Alkotmánybíróság a témát, mert kitaláltak mindenféle zöldséget, hogy hát ez meg kell várni előbb Luxemburgot. Tehát ehhez képest én nem zárom ki azt, hogy van egyfajta olyan politikai kommunikációs szándék a dologba, hogy ezekre a dolgokra még majd vissza lehessen térni. Kevés időnk van, ezért nagyon sarkosan fogok fogalmazni. Lehet ezt úgy értékelni, hogy az Alkotmánybíróság átállogat, vagy már nem az az egypárti alkotmánybíróság, amiről az ellenzék... Én azt nem mondanám, hogy az alkotmánybíróság elkezdjen tisztességesen alkotmánybíróságnak lenni, ahhoz nálam sokkal több kell. Tekintettel az elmúlt években végzett munkájuk meg teljesítményük miatt. Tehát de ez egy taktikai állásfoglalásnak mondható Brüsszel-el kapcsolatban? Én azt gondolom, hogy abban a szempontból mindenképpen egy taktikai állásfoglalás. Gondolj bele, elviszi a főügyész Völnert, van elég a baj, nem kapjuk meg a pénzeket. Enyhíteni kell a politikai nyomást. És különben is most itt korrupciós ügyek lepleződnek le egyre másra, tehát úgy néz ki, mintha a jogállam... Működnek a hatalmi ágak. Elódult volna, nem? Bocsánat, de nagyon fontos, rögzítsük, hogy a reggeli rádió interjúban erről a Völner ügyről egy büdös szó nem volt. Nem szólt róla a miniszterelnök úr. Nagykati csinálja még ezt az interjút? Persze. Nem tudom. Tehát aki csinálja, tök mindegy, hogy Nagykati vagy nem Nagykati, nem kérdezte meg. Hát ez, jó, szóval csak rögzíteni szerettem volna. Nem kérdezte meg, mert tudta. Tegnap így. Nincs ügy, hát most már jövő héten kiadják a mentelmi jogát. És van egy kommunikáció kifelé. A befelé kommunikációban nincsen gond. Varga Judit elmondta, hogy hatalmasat győztünk. Tehát ez a kormány kommunikáció. Jó, de most ettől hirtelen majd azt gondoljuk, hogy meg fogjuk kapni ezt a 350 milliárdot. Arra gondolja a kormány, hogy meg fogja kapni, hogy kifelé viszont azt fogja kommunikálni, hogy hát látjátok, nincs itt semmi gond. Hát a Völnert elvitte a legfőbb ügyészség, hogy marha független. Az alkotmánybíróságunk kiáll az uniós jog elsőbsége mellett, nincs itt semmi gond. Tehát az a kétfelé kommunikáció, ez nagyon világosan látszik ilyenkor. Már én is értem. Na, de jó, már megérte összegyűlni. Ugye arról azért még nem beszéltünk, hogy azért a németváltás is azért hatással lehet arra, hogy az Unió a Magyarországgal szemben hogy fog... lehet nagyon sokat vitatkozni, én nagyon nem szeretem azt a mondást, hogy a német kormány határozza meg az EU álláspontját állandóan, én ebben nem hiszek jellemzően, és semmi nem támasztja alá, amit én tudok. És ettől is bonyolultabb a helyzet. Vagy jön, V4 lesz, vagy V1, tehát ez még nem... És jön, van Márki-Zay Péter új pártja is. Na most csomó olyan témát soroltunk, amiről már nem beszélünk ebben az adásban, de sokra jutottunk szerintem ma is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önöknek is köszönjük szépen a figyelmet. Most jön a híradó, aztán az egyenes beszéd Szőlősi Györgyivel tartsanak velünk. Szép estét!